Thank you.
Gödöllői világdzsemborin megkezdődött a tábori élet. A magyar csapatok már jóval az ünnepélyes megnyitás előtt tábort vertek, és mindent elkövetnek, hogy külföldi testvéreik jól érezzék magukat Magyarországon. A Királyi Park százados fái alatt mindenfelé szorgos munka folyik. A sátorváros néhány óra alatt épült fel a tegnap még néptelen tisztásokon. Az egyes csapatok versengenek táboruk díszítésében. A különböző vidékek fiai az ottani népművészet elemeit használják fel a tábor építésénél. A cserkész rendőrök idomított kutyákat is felhasználnak a tábori szolgálathoz. Tág dzsembori megnyitása Gödöllőn. Thank you.
váltson témát, térjünk vissza picit a Mekle família korábbi szakaszára. Ugye van néhány neveletes személyiség a családban, sorrendiség nélkül különösebben. Most eszembe jutott a Tata, az a Jóska bácsi. Őt nyilván személyesen gyerekkor volt egyszer is, mert hogy nem. Hát őről a történeteket tudom, könyv is van róla, ugye meg hát sok minden emlék, de keresztpapa hogy emlékszik vissza rá? Jóska bácsi. Hát ők nagyon sok időt töltöttek nálunk Simaságon, Jóska bácsi még többet, mint a Tüki néni az a húga volt, tudod? És Jóska bácsi nagyon szerette a vörösbort, szeptember 8-án még mindig nálunk volt, ennek is van egy meséje talán. Tudod, már ő is tüzér volt. Tüzérség abból állt, hogy négy löveg van, azok egymástól, mit tudom én, 40-50 terettől függően vannak beásva, és akkor lövészállik első világában, köti őket össze, és szeptember 8-án kapott csomagot a Jóska, és akkor kiabáltak neki előre, hogy Jóska, csomagod van, gyere ide! És akkor a lövészárkokon kereszt oda ment, ahol nem tudom, az első tisztnek hívják azt a vissza, aki ez a gép tartozik, és kibontották, és abban vörösbor volt, és akkor kapott egy teli találatot, az a löveg, amelyiknek ő szakaszparancsnok volt, és akkor ott már mindenki ment, majdnem mindenki meghalt, tehát ő annak köszönheti a az életét, hogy ide jött és örömbolt. Azért aztán ez a második születésnap alá meséltem, hogy mindig megünnepelték. Ha csak lehetett, ugye tüzér, és nálunk mindig nagy lakás volt, úgyhogy ez még nagy hefaj volt, tudod. Az érdekesség még ráadásul az volt, hogy ők ezt is csináltak, és csináltak egy régi soproni haverokat, ugye a Jóska bácsi Mőklen volt, és akkor ilyen baráti, klubszerű valamit, tudod, és akkor megválasztották a szeretett szónokolni, tudod. És ha megválasztották császárnak, ő volt az első Jusuf, akkor föllázadtak, akkor kimenekült a kópházi kocsmába, akkor utána mentek megkérni, hogy jöjjön vissza. Ilyen hetszeket csináltak, második Jusuf. Tudod? Ez a bizonyos trónfosztásos. Ez a trónfosztás, ugye valamiket tudom. Tehát ilyen kedélyesen. Na, elég az hozzá, amikor nálunk Simaságon bucsult, akkor papának is, még a te születésnapod is akkor van, ugye? Meg Simaságon akkor van már 22-én a búcs, hát akkor mindig nagy összevetel volt, tudod? És akkor Jósa bácsi emlékszel, akkor a perelint raktunk rá, tudod? És akkor mindig szónok volt, és akkor áldoztatott borral, meg ütetett, élmény volt ez a Jóska bácsival. Hát ez egy másik világ volt azért, tudtak élni az emberek akkoriban. Hogy milyen típusú volt, ezt még elmondom, mert kérdezted a Tatár, tudod, hogy amikor Cenken voltunk, akkor is az a Jóska bácsi volt, és akkor megindult a Tiszcenki állomásra. Én is onnan jártam Budapestre, mert akkor ott rendes megálló volt, tudod? De a Jóska bácsi olyan perelinje volt, és neki sok tanítványa volt itt, tehát tanító itt a megyébe, és akkor jött a motorvonat, azt látták, hogy a tanár úr jön, és akkor nem ment el a motorvonat, de kiabáltak, jöttek, hogy tanár úr, siessen már, meddig várjunk magát, tudod? Jóska bácsi szépen oda ment, és akkor lehet a botját. Most a fölülök, fizet nekem? Hát persze, akkor mehet. Hát ilyen típus volt, már nem volt sürgős neki, mert a másikkal, hogy elment Széchenbe, vagy hova tudod, lement homokra, tudod. Hát ilyen típusú volt, ilyen jó. És a művész értékéből hamar kérdezted a Jóska bácsit, hogy amikor kimentek szekerekkel, szegényem ott is azért nem volt gyakorlatilag, mert egyik kocsi. Ő volt a kocsi, és akkor belement a egy áróban nem tudtak kijönni, és az egész szekér rakománya ott volt, akkor át kellett szállni a másik kettőre, tudod, úgyhogy ilyen előzmények összek azért. De a Jóska bácsi akkor is művészi hajlan benne volt, és amikor spitálban bimben volt, akkor is kezdett ott a rajzogatni, és meg valami lehetőséget, akkor fölment Linzbe, és ott a Linznek lett valami munkatársa, tudod, a Linzi Múzeumnak. Úgyhogy ilyen kötődésük, azért ők nem is jöttek haza, nem ott maradtak. Ott is lettek eltemetve, talán voltatok is a sírájnak-e valahol vannak is. Van értesítés, meg egy-két ilyen tárgyi dokumentum. Ott ugye a Fölker tudott ki, mert volt kapcsolatotok a Fölker Robival, ugye a vegyületek is volt. És akkor jó pár évvel ezelőtt egyszer kimentünk az Eittel meg a Robival a felségével, és akkor én azt tudtam, és akkor első nap kimentünk egészen spitálán pillig, és akkor megálltunk ott a temetőn, és mondtam, hogy gyertek, és én fogtam venni jeleneti. Akkor nem gazdálkodtam még, hanem venni kell. Én fontos, oda mentem, és mondtam a Robinak, hogy gyere, csináljál képeket. Oda mentünk, és fogtam egy dugót, azt mondta, te itt is inni akarsz, mondtam.
így csak a karukát, kocsit vezetek, hát mit alatt, mindjárt meglátod. Kintottam és megöltöztem a valamit, Jóska bácsi sírjában. Ilyen élmények. Nagyon szeretnék. Nagyon de az olyan tanár volt, mikor vizsgáztak a film, akkor divat volt a manzsetta. És akkor a manzsettára feléztem. Oda meg. Na? Jaj! Meg? Na, hallásom. Oda tettem. Na? Hát nagyon kérem, nagyon érthet. Nagyon helyes, jó ember volt. Jaj, de aranyos egy ember volt. Te, társaság, szegény Erdő bácsi. Hát azok a földön henteregtek az ebédőben. Tudod, nem tudom, kinél van az a kehely. Itt van, anyám, benne van a szekrényben. Tudom, mi az a sárga lehet. És azt már készítette, vitrinnek kivette. És akkor, de csak egy kicsit ivott, tudod, azért úgy csöndes, szolid volt. De aztán, ha egy picit ivott, majd még halt az ember. Ugye, fiúknak. A papunak meg a Puginak. Akkor készüljetek. Jaj, Istenem! Borgasztó volt. Aztán, amikor nem csöngettek, akkor oda rúgott neki, hogy csöngessetek! Nem tudom, mivel csöngettek, vagy hogyan csinálták, de hát egy kocintott mindig. Hát akkor még mindig csöngető volt, akkor a pavarok mindig így. Hát ígyunk, a nirvába menjünk, vagy voltunk, vagy mindig a nirvát emlegette. És akkor az a csengető mindig beleért a borba, még mi is ügyesen tudtak kimenni. Jaj, büdös egy papa volt szegény gyerek. A 8 évig úgy húzta a lábát. Gyönyörű dolgokat csinált a tartójában. És abban festett. Ja, ő örökölte akkor a... Ő örökölte. Annak is az volt a kedvencia azért. Bécsben éreztem. Most magáról a család mindennapjairól, elsősorban persze a felnőtt családtagok mindennapjairól, életéről, mit hallottál? Ugye nyilván elsősorban a apósodtól, anyósodtól. Tehát, hogy hogyan is éltek ők annak idején? Tudsz esetleg történeteket, akár még szaftosokat is ebből az időszakból? Hát ugye először is rengeteg vadászaton, hát ugye nagy vadászok voltak, azt meg kell mondanom, és nem... hatalmas társaság, összejött 30-40 ember, és azért az nem volt kis dolog, mert az anyósom látta el őket. Ugye ő ott náluk ebédeltek, meg hát utána még ott volt ő náluk a nagy mulatozás. Hát persze a vörösbor sehol nem hiányozhatott. Mekre Jóska bácsi, a csurapofa volt, de volt nekik egy olyan nagy, magas székük, olyan volt, mint egy trón szék, vagy nem is tudom, minek mondja, és abba beültözött papnak, papi ruhában Jóska bácsi, és kezdett el, ott elkezdett gyóntatni, meg áldoztatni, hogy ilyen dolgokat is megcsináltak. Hát ez mind vidám emberek voltak. Na. Ez a Jusuf... Már el nem lehet képzelni, hogy ilyen emberek voltak. Sajnos. Mondjuk ebben nem ártottak senkinek az ég. Mit tudom, még Jusuf bácsiról? Hát sok mindent csinál tulajdonképpen. Ő vállalkozott, mindenbe belevágott. De hát nem volt sikeres ilyen szempontból. És a végén mégiscsak úgy az életét rajzta, mint rajztanár töltötte. Azt úgyis már egyszer említettem, hogy a tanítóképzőben volt rajztanár. És egészen addig még Magyarországot el nem hagyták. És ő nagyon sokat festett, és kastélyokat, meg hát kastélyokat. Kolostor például, Spitálán filmben lefestette az ottani kolostort is, és érdekes módon sokkal jobban megbecsülték ott a művészetét külföldön, mint itt Magyarországon, mert van egy 2002-ben csináltak egy kiállítást a műveiből. Igen, lapozzunk egyet. Egyet csak? Egyet, igen, és akkor ott látjuk ezt a meghívót. Ami erről itt ott egy ilyen, ez egy múzeum, és itt volt a kiállítás. Ez a múzeum, akár ez a kolostor is lehet, hát ez a kolostor is lehet, ja. Tehát ez erre a kiállításra szóló meghívó. Ja. És hát annyit tudunk azért róla, hogy ez a kiállítás 2002-ben azért készült, mert ezzel akartak tulajdonképpen az ő emlékének tisztelegni, akiről, mint kiderült, abban az időszakban, amíg élete utolsó éveiben
Ausztriában él. Ausztria szinte környékbeli összes templomának, múzeumának a aranyképeit, festményeit restaurálta, renoválta, felújította, és hát tulajdonképpen ennek révén nagy becsben tartották az osztrákok, tehát az a kiállítás is tulajdonképpen azért készült az ő tiszteletben. Also hier sind die Bilder, die wir von Josef Mechlin auch hier haben im Museum. Es sind wunderschöne Zeichnungen und Malereien auch. Also er hat da sehr schöne Werke gemacht. Und wir haben doch eine Ausstellung gehabt und eine Aufzeichnung dieser Ausstellung haben wir auch im Museum. Die können Sie dann später sehen. Ja, ja. Super. Schönen Dank. Ja. Und sich diese Sachen anschauen. Und die CD von der Ausstellung habe ich vorne beim Computer. Könnten Sie auch dann durchschauen. Ja. Gell? Ja, ja. Ja. Okay. Ich muss schnell nach vorne, ich komme in 2-3 Minuten wieder her. Ja, ja, okay. Danke. Mhm. Es ist zwar jetzt da die Schachtel ein bisschen zerfleddert, aber es ist alles da. Aha, ja, ja. Bürgerschlitzel. Ja. Oké, okay. Jó, super. Ez a legjobb. 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 Ez a legjobb.